Folytatjuk az Árpád Hírvilág televízió műsorát. Tavaly december 27-én, 28-án egy konferencia volt itt a Magyarok Házában, amelyet a Szent Korona Országáért Alapítvány szervezett. A témája természetesen a Szent Korona és a Szent Korona Tan, a Szent Korona eszmerendszer volt. Ennek az alapítványnak a kuratóriumi elnöke dr. Varga Tibor történész, jogtörténész egész pontosan. Köszöntöm itt a stúdióban. Miért kell a Szent Koronáról napjainkban is beszélni? A Szent Korona eszmerendszerről, Szent Korona tanról nagyon sok embernek az a véleménye, hogy hát ez egy idejétmúlt rekvizitum. Ez túllépett az idő rajta. Hát ez nem így van. Szeretettel üdvözlök mindenkit. A következő az oka, amiért a Szent Korona eszme, illetve a Szent Korona kérdésköre időszerű, egyébként mindig időszerű. Az elmúlt 57-58 évben úgy él a magyarság, maga sem tudja, hiszen itt majd 60 éven keresztül a múltat végképp el akarták törölni, ahogyan sohasem élt. Nekünk sohasem volt írott alkotmányunk, ugye jelenleg a 49-20-ast éltették tovább azáltal, hogy 1989. október 23-án a köztársaságot kiáltották, ugyan kicserélődött a szövege, de mégis jogfolytonosság szempontjából mi a 49-20-ason alapulunk, ami egyébként a 35-ös sztálini alkotmánynak az átvétele volt. Na most azt tudni kell, hogy a magyarság ugye úgy körülbelül, vagy a Kárpát-medencei királyság tulajdonképpen a 16. század közepétől kezdve fokozatosan veszti el a szabadságát. De az, ami a 20. században történt vele, az igazán példátlannak tekinthető. Trianon, gondol? Igen, három fő bűnt követtek el, ami aztán végül lehetetlenné tette ennek a közösségnek, hogy igazán szabadon éljen. Az egyik ugye a Trianon, a másik az államosítás, és a harmadik a privatizáció. Egyébként megjegyezném, hogy a privatizáció szónak a latin gyöke az a privoige, ami annyit jelent, hogy fosztani. Tehát azt kell, hogy mondjuk, hogy nem magánosítottak, hanem fosztogattak, ugye, mert ők is a privatizáció szót használják. Most ebből a három fő bűnből kettő abban a példátlan időszakban történik meg, amikor mi úgy élünk, ahogyan sohasem éltünk, mert nekünk úgynevezett történeti alkotmányunk volt. Ennek a történeti alkotmánynak az alaplényegét képezi maga a Szent Korona eszme, és maga a Szent Korona. Na most itt óriási vagyonmozgás történt meg az államosítással. Tudni kell, hogy 1944. március 19-éig a német megszállásig érvényesült a történeti alkotmányunk. Egyébként még azután is, mert azt kell, hogy mondjam, hogy a 1938-19-es törvény alapján ül össze az utolsó általános és egyenlő titkos szavazás alapján létrejövő 39-es parlament. Most a 39-es parlament viszi végig a béketárgyalásokat, és 1944 hetes törvényben kimondja azt, hogy a béketárgyalásokon túl még fél évig összeülhetnek szükség esetén akár külföldön is. Most 1947. augusztus 20-án ülnek össze Gutenburgban, Németországban utoljára, és akkor megállapítják, hogy a szuverenitás letéteményesei, hiszen ezt joggal tehetik, hiszen a német, így van, hiszen a német megszállás előtt ugye az utolsó szabadon választott parlamentnek tekinthető. És kimondják azt is, hogy a jogfolytonosság feltétele a Szent Koronában van. Tehát, ha úgy tetszik, akkor egészen 1947. augusztus 20-áig hát a történeti alkotmányunk érvényesül. Az egy másik kérdés, hogy 46. február 1-én kikiáltják a köztársaságot, de hát erről Nagy Ferenc maga mondja el, hogy szovjet nyomásra történik, és ebből lesz majd 49-20-as, ugye, a népköztársaság, amivel most jogfolytonosok vagyunk. Na most a helyzet az, hogy a három főbűn közül, ugye a Trianonról annyit érdemes elmondanunk, hogy annak azért kellett bekövetkeznie, mert a magyarságos igazából sohasem volt városlakó. Voltak városaink, de nem ez volt a jellemző. Itt az egyén végtelenül szabad volt, és mégis egy magasabb rendű létezésben fel tudott oldódni. Erre van egy mondat, amivel én szoktam ezt érzékeltetni, hogy hogyan tudott ez a közösség együtt élni. Nekünk az egyik fő szakrális helyünkön, Esztergomban, ugye a turulók által emelt bazilika, ami egészen egyébként a 19. századig át, nem azonos a mostaniban, ugyan be volt omolva a kupolája, de mégiscsak át a 20-as évekig, a 19. század 20-as éveig, kíg, mielőtt lebontották, Klimókanonok megörökíti a bejáratát, a Porta Speciosát, a szép kaput, és ott a szemöldök gerendán volt egy mondat, ami alatt mindenkinek át kellett menni, hogyha itt a Kárpát-medencéből érkezve, és ha itt akart imádkozni az Úristenhez. A mondat pedig úgy hangzott, hogy mentem sanctam spontanam honorem deo et patria liberationem. Ez azt jelenti, hogy szent és szabad akaratú szellemet, lelket,
az Istennek tiszteletet és a hazának szabadságot. Mert csak az a haza szabad, ahol az egyén lelke, szelleme végtelenül szabad. És ennek egyetlen egy határa van, az Isten iránti tisztelet. És erre a tiszteletre a Kárpát-medencei közösséget a Szent Korona emlékeztette. Tehát mi nem voltunk városlakók, nem voltunk tömeges lakók. Most ezt tudni kell, hogy a finanszhatalom, amelyik most birtokolja a világ nagy részét, annak alaptétele a városlakás, mert a városlakó ez képtelen magát eltartani. Ugye a városlakónak mindent meg kell vásárolnia, meg kell venni az élelmét, meg kell venni a világítását, meg kell venni a fűtését, meg kell venni az utazását, meg kell venni a ruházatát, tehát pénze van szüksége. Város, pénz, kereskedelem és hitel, ezek összetartozó fogalmak, erre van szüksége a finanszhatalomnak. Most miután a magyarság nem volt városlakó, nem volt jellemző, ugye ezt is tanították a kommunizmusban, amit én végig nem értettem, hogy ugye, mert én ott doktoráltam, mégis ott voltam fiatal pályakezdő, és végig azt tanultam, hogy a magyarságban az a baj, hogy nem volt polgárság. És az ember feltette a kérdést, hogy miért baj az elvtárs? Hát ugrottunk egyet, hát ti ugye a polgári rend ellen jöttetek létre, ugye? És hát mi rögtön ugye elvtársak lettünk. Most a helyzet az, hogy pontosan azért, mert sose volt kétpólusú világ. Ugye azáltal, hogy felszabdalja a történelmi Magyarországot, nem tudják eltartani az emberek magukat, kénytelenek beáramlani a városba, és elindul a proletár és a polgár kérdés, ami majdnem ugyanaz, mert a városi nincs telen, egy városi rabszolga, akinek folyamatosan pénze van szüksége. Ugye a polgárt a nagy francia elsötételés emeli piedesztára. És mások ezt forradalom, más francia forradalomként ismerik, de ez is egy nagyon szellemes kifejezés. Igen, ez az a pillanat egyébként, amikor az emberiség történetében az történik meg, hogy ugye Bonfini mondja a Justinust idézve, hogy a szkíták, ezek mi lennénk, az igazságot nem törvényekben, hanem a szívükben bírják. Ugye a törvényekben bírt igazság az az emberek igazsága, az a ráció, és az arról szól, hogy ki az erősebb, akinek de az igazság erejének nincs köze az emberi erősséghez. Ugye a szívben bírt igazság az az elküldőnek az igazsága, az nálunk szokásban, szokásokban, jogszokásban maradt meg. Most a helyzet az, hogy földarabolja a történelmi Magyarországot, beáramlanak a városokba, ezáltal megteremtődik a pénz és a kereskedelem és a hitel világnak az alapjai. Másrészt pedig azt is tudni kell, amit megint csak a kommunizmusban folyamatosan nem értettem, hogy miért tanuljuk mi azt, hogy mi geopolitikailag rossz helyen helyezkedünk el. Azért, jó helyen. Hát persze, hát a történelmi Magyarország, a középkori Magyarország az nem csak azért volt gazdag, egyébként nagy hatalom volt, ezt illő lenne tudni, külföldi adatokból ezt lehet bizonyítani. Nem csak azért, mert a nemesfénybányászatnak a jelentős részét adta a sóbányászat 75%-át, az akkori világolaja, hanem azért is, mert nagyon jó az geopolitikai elhelyezkedése. Igen, tehát, ezek a kincsek nagy része most Romániához tartoznak. Igen. Tehát ugye ha a kereskedelmi útvonalak rajtunk keresztül vezettek. Ha nyugat kereskedni akar ugye az orosz macival, akkor rajtunk kell keresztül mennie, és ugyanígy, hogyha az orosz macia nyugattal akar kereskedni, akkor rajtunk kell keresztül mennie északról délre is, délről északra is. Na most a helyzet az, hogy ebből a elhelyezkedésből a kereskedő világban, mert ugye a kereskedelem az központi kérdését képezi a világgazdaságának, meg tudna élni a történelmi Magyarország is. Ugye ez ne legyen tétel, feldarabolják az ország területét, és föntartják a dividend impera, az meg is uralkodj, és ettől a pillanattól kezdve nem kérdés a kereskedelmi útvonalak. Mert ha gond van mondjuk pici Magyarországgal, vagy ahogy egyik ismerősöm mondta, hogy pillanatnyi határaink között élő közössége, ez nagyon jó meghatározás, mert azt hiszik erről a 80-valány évről, hogy ez örök, az az ezer, vagy jóval több az volt. Igen, történelmileg egy pillanatnak is tekinthetjük, de azért már elég hosszú ideje élünk a pillanatnyi határok között. Tehát, hogyha ha gond van velünk, akkor viszi felvidéken, ha felvidéken gond van, akkor viszi délvidéken. És ugye nincs egy közösség, amelyikkel szemben valami fajta ellentételezés kellene gyakorolnia. Egyébként onnét is lehet tudni, hogy majd olyanok vezetnek bennünket, akik szeretik ezt a népet, mert minket 60 éve olyanok vezetnek, akik nem szeretik azokat, akik itt élnek, amikor először kezd el kommunikálni a Kárpát-medencével, és azt mondja, hogy nézd rá, te Tóth, te Rácz, és folytatnék itt 17 nemzetet is felsorolhatni, hogy ugye nézd rá a Kárpát-medencére, hát egész egyszerűen földrajzilag összetartozik. Nekünk nem kellene más tennünk, mint az érdekeinket közösen érvényesíteni. Ad abszurdum, akár maradjanak változatlan a határok, de az érdekeink érdekében közösen lépjünk föl, és attól a pillanattól kezdve bizony a Kárpát-medence fölvirágozna. És ez nem egy olyan lehetetlen álom, meg kell, hogy mondjam, mert ugye a horvátok 1990-ben az új alkotmányunkba belefoglalták, hogy 800 évig együtt éltek a magyarokkal. A felvidéken se lenne gond. Én nem mondom azt, hogy
a meleg volt a viszony, már ezt a szót nem is lehet használni a tótokkal. Tehát nem volt szívélyes a viszony, de nem volt semmi gond, és meg kell, hogy mondjam, azt terveztük, hogy Szentkorona eszméből tartunk előadások az ő számukra is, hogy föl lehessen fedezni, hogy bizony nekünk közösek az érdekeink. Itt magyar verés azóta van, ami egyébként nincsen, mert én Révkomárban járok ki előadni, és a Révkomárban nem tudnak róla, hogy megvertek volna valakit, el kell, hogy mondjam. Azóta van, mióta bejelentették a szigorításokat, és erre úgy reagáltak egyesek, hogy ugye a vállalkozásokat átviszik Felvidékre, és hát itt hirtelen egyszer csak elkezdték verni a magyarokat, hogy nehogy véletlenül átvigyék. Ugye az erdélyi területtel nem lenne gond, mert az erdélyi román is úgy gondolja, hogy autonómiára lenne szüksége, hiszen ugye az ott keletkező vagyont, azt Nagy Romániába elvonják. Tehát igazából a Kárpát-medence nagyon könnyen összeállhatna Szent Korona alatt egyébként. Elvileg tehát lehetne. Nagyon sokan a Szent Koronák, aki nem látta még a parlamentben, azért tegye meg, minél hamarabb menjen el, zarándokoljon el, és imádkozzon egyet a Szent Koronának. A Szent Koronának sokan egyfajta kultikus, mágikus erőt tulajdonítanak. És való igaz, hogy én a parlamentben járok, azt látom, hogy az MSZP-s vagy az SZDSZ-es képviselőkkel nagy ívbe kikerülik. Tehát véletlenül sem mennek el mellette, amilyen közel lehet, hanem amilyen messze lehet tőle, mint hogyha taszítaná őket. Hát ez egyébként így van, mert a Szent Koronára egyébként elején nem is úgy néztek, mint ahogy mi most nézünk, mert mi most ugye szentségként ételezzük, de tártként gondolunk rá. Az elején számára megszemélyesült, de egyébként még a környező népek számára is, hát okleveles adataink vannak, mondjuk 1381-ből, amikor Velencét legyőzi Nagy Lajos, akkor Velence nem csak azt fogadja meg, hogy ugye a Nagy Lajosnak és az őt követő királyoknak, hanem a Szent Koronának is fizet jóvátételt. Vagy 1384-ből Trau, a mostani Trogír, ugye ő számtalan oklevelet hagy hátra, hogy a Szent Korona most szenved, a Szent Koronának nyomorúsága van, a Szent Korona fűződő hűségről beszél, a Szent Korona szeretetéről beszél, tehát megszemélyesül. És ekkoré egyébként egy misztikus teszt szerveződik, amire most nincs idő, hogy elmondja az ember, de az kétségtelen, hogy egy életerő nyilvánul meg, és a történeti alkotmányunkat is az jellemzi, hogy egy örök életű rendszer. A történeti alkotmánynak a lényege röviden valami ilyesmi, hogyha nem jogászi módon közelítem meg, hogy amikor az Úristen megteremti a világot, akkor igével teremti meg a világot. Na most az ige, az szétválik igazságosságra és igazságtalanságra. És ez mindig változatlan marad. Az igazságosság az mindig igazságosság, az örök idő szempontjából az igazságtalanság az mindig igazságtalanság. Csak a pillanatnyi hitelvilágnak van ilyen, hogy ebből a szempontból lehet ez is igaz. Na most ugye az örök teremtett világnak viszont vannak kérdései, amit az egyes nemzedékeknek feltesz. Most van úgy, hogy egy nemzedéknek a tudása az 50, 60, 70, 80 év, amíg a Földön van, nem elegendő, hogy az örök teremtett világ kérdését megválaszolja, éppen ezért meghosszabbítja a létezését, és megnézi hasonló esetekben korábban az elődök válaszát. És minél régebbi egy válasz, annál helyesebbnek találja, hiszen az Úristen a világot jónak teremtette. Most ezek a válaszok nincsenek meg másban, mint a szokásban, jogszokásban vagy szokásokban. Most ettől kezdve Magyarországon jelen valóvá válik mindaz, aki valaha ide született, és aki ide fog születni. A történeti alkotmányt úgy kell elképzelni, úgy is hívják egyébként, hogy konstitúció vita, élő alkotmány vagy szerves alkotmány. Úgy kell elképzelni, mint a jól készített kovászos kenyér, hogy az utolsó kenyérben benne van a legelső. Tehát egy megelevenedett, velünk együtt élő szerves létezésről van szó, aminek van egy állandósága, az igazságosság és az igazságtalanság, és velünk együtt a mi közösségünkkel együtt idősödik és örök életünk. Most, igen. Na most az írott alkotmány, ami van nekünk 49-től, ott egy nemzedék veszi a bátorságot, hogy meghatározza, hogy hogyan kell egy közösségnek együtt élni. Tehát ez, mi mondom, sohasem éltünk így. Évszázadokon keresztül a Szent Korona volt a legfőbb közjogi méltóság, nevezhetem így. Igen. Ugye a Szent Koronái volt a Kárpát-medencé belül minden föld, igen, minden vagyon, igen, minden a Szent Koronára szállt vissza, hogyha egy család kihalt, a Szent Koronára kellett megesküdni, nem a király volt a legfőbb méltóság, hanem a Szent Korona. Napjainkban, Európai Unió, globalizmus, stb. Egy ilyen fogalom, mint a legfőbb közjogi méltóságként a Szent Korona, beilleszthető-e a mindennapi életbe, a jogrendbe, a jogszokásba?
tárgyalásokba? Hát természetesen ez csak akarat kérdése. Egyébként a jog sajnos, mint látjuk, mindenre ad lehetőséget, attól függ, hogy van-e erő megvalósítani. Egyébként én azt gondolom, hogy ez a kérdéskör előbb-utóbb elő fog kerülni, hiszen egy 57 éves gyakorlat, 58 éves gyakorlat, az egy 1000 vagy talán jóval több gyakorlat, hiszen a mi történelmi alkotmányunknak Szent István intelmei már részét képezték. Ugye azzal szemben egy 57 éves gyakorlat, az nevetségesnek tekinthető, 58 évet él valaki, akkor azt mondjuk, hogy fiatalon halt meg. Tehát bármikor felvetődhet az a kérdés, hogy jön egy generáció, amelyik azt mondja, hogy Magyarország boldogtalan, mint ahogy ez így is van, Magyarország ma nem akar már úgy élni, ahogyan él, csak azt nem tudja, hogy hogyan szeretne élni. És hogyha azt mondja, hogy hát volt 1000 éves, vagy talán jóval több egy olyan rend, ami minket elszabályozott és megtartott, talán célszerű lenne ez visszatérni, akkor nagyon nagy bajban van a jelenleg hatalmon lévő, ugye 49-20-asból jogfolytonossá vált elit, mert gyakorlatilag tényleg a Trianon után ugye az a Magyarország a baj, hogy még mindig megtartja ezt a különleges gondolkodásmódját, hiszen ugye az 1921-es törvény, ugye a provizórium átmeneti időszak, Magyarországon lehet úgy is királyság, hogy nincs a király tisztsége betöltve, hiszen az összes főhatalom bele van helyezve a Szent Koronába, ez a jurisdictio verditio sacri regni coronae, tehát minden onnét ered. Na most a helyzet az, hogy ugye a régi magánjogunk szerint az államosítás, amikor elveszik ugye a nemzeti erőktől a vagyon, mert ez volt még a fő probléma ugye Trianon után, hogy még a nemzeti erőknél volt a vagyon, ugye tilos erőhatalommal történt, és azt tudni kell, hogy a termelőszférában a magántulajdon 44 előtt 60%-ot képezett. Na most 1988-ra az állami tulajdon 92,9 lesz, ezek tényszámok, és ez tűnik el, ugye a privatizáció... Már nevezett múlt időben. Adósságunk szinte semmit nem csökken, és közben óriási magánvagyonok támadnak. Fantasztikusan emelkedik, és soha nem volt ekkora az államadóság. Igen. Na most a helyzet az, hogy közben pedig óriási magánvagyonok támadnak, és mondom, ez alatt a jogfolytonossági időszak alatt, tehát a sztálini alkotmányból kinövő időszak alatt. Egyébként is érdemes lenne ezt végig gondolni, mert nekem ugye 89. október 23-a után azok, akik eddig azt mondták, hogy szabadok vagyunk, kiderítették, hogy megszállás alatt voltunk. Most, hogyha megszállás alatt voltunk, annak azért vannak következményei. Először is az ember elgondolkozik azon, hogy ezek szerint egy olyan parlament adott fölhatalmazást a köztársaság kitiltása alatt, amelyik megszállás alatt volt. Egyébként pedig az első magyar parlament, ez szabad parlament ugye, ezek után 1990. május 2-án ül össze, az oroszok pedig 1991. júniusában mennek ki. Tehát azért ezt végig kéne gondolni, hogy mi történt. És mondom, megtörtént ez a nagy vagyonátcsoportosítás. Most azok is, akiknél van jelenleg a vagyon, azok az 57 éves gyakorlat alapján, 58-at kezdtük meg, ugye nem érezhetik biztonságban. A nemzetközi finansztőke sem érezheti biztonságos beruházásnak Magyarországot, addig, amíg a történeti alkotmány alapján nem lehet hitelesíteni, ami itt történt. Mondhatjuk akkor azt, hogyha a Szent Korona lenne ismét a legfőbb közjogi méltóság, ha a Szent Korona eszme és a Szent Korona tan lenne az uralkodó tan, tehát az alaptan, amire a jogrendszerünk, a szokásjogunk, az életünk épül, akkor ez mindent orvosolna? Hát mindenféleképpen újra gondolásra szorítaná a közösséget, mert a helyzet az, hogy a Szent Korona eszme értelmében voltak olyan vagyontárgyak, ezt úgy nevezték, hogy bona vel peculia sacri regni coronae, a Szent Korona vagyona és jövedelmei, amelyek a mindenkori közösségnek a megélhetését biztosítja. Tehát stratégiai vagyontárgyak. Ezek privatizálhatatlanok, ugye? Azért mondtam, lennének. Lennének. Régen ilyen volt a bánya és a váltójog, ma ilyen a víz például, ilyen a, régen is a víz az ide tartozott, ugye? Ilyen a elektromos áram, a földgáz, a malév, a máv, a posta, ami a mindenkori közösségnek a megélhetését biztosítja. Most ugye ezzel ők is tisztában vannak, mert a jelenlegi miniszterelnökünk, aki hát nem egy szellemi csoda, de az, a politikai belépőjét azzal kezdte, ugye, sportminiszterként még, hogy Szűz Mária levette Magyarországra a kezét. Tudnék, a Szűz Máriának történő felajánlás, az ugyanezt mondja el, hogy itt vannak vagyontárgyak, amihez nem lehet hozzányúlni. Ugye ez egy képi beszéd, misztérium, hogy felajánlhatott az ország. Ezt nem lehet privatizálni. Ezt még ő is látja, hogy ugye, ha nem veszi le a szűzanya Magyarországra a kezét, akkor itt nem lehet végletekig privatizálni. Tehát én azt gondolom egyébként,
hogy előbb-utóbb, ugyanúgy, ahogy rendszerváltani kényszerültek, mert én azt gondolom, hogy miután nem volt kétpólusú világ, ez el volt tervezve, hogy Magyarországgal ezt fogják megcselekedni, ugyanúgy vissza kell, hogy térjenek a történeti alkotmányhoz is, és lehetőleg úgy, hogy ők állnak az élen. Ez, hogy mikor fog bekövetkezni, az egy külön kérdéskör, de eléggé ott vagyunk ezeknél a pontoknál, és ilyenkor történik meg, hogy ugye nemzeti kerekasztalt hívnak össze, és akkor egy szépen bal és jobb egymásra borul, és akkor visszatérnek a történeti alkotmányhoz, és akkor nem vizsgálják fölül a privatizáció kérdéskörét, és hogyha 1000 éves hagyomány szerint bebetonozódott az a vagyonmozgás, ami megtörtént az elmúlt 57 év alatt, akkor biztosnak tekinthető az ő pozíciójuk. Hát, nem túl biztató ilyen szempontból a kilátás. Hát olyan szempontból igen, hogy napirendre fog kerülni ez a kérdéskör, mert mondom, egész egyszerűen nem érezhetik biztonságban magukat, még 100 év múlva sem, mert az 1000 éves hagyományhoz képest még az is kevésnek tekinthető. Egészen odáig mehetünk akkor el ad abszurdum, hogy ha a Szent Korona tan ismét uralkodóvá válik, ha a Szent Korona a legfőbb közjogi méltóság, tulajdonképpen akkor lesz egy igazi rendszerváltás, rendszer visszaváltozás végső soron? Igen, ez majdnem biztosnak tekinthető. Magyarország jövője akkor bontakozik ki igazán? Ez egészen biztos, főleg, hogyha ha hajlandóak lennénk Kárpát-medencében gondolkozni. És mondom, ez nem bűn, egyáltalán nem bűn, sőt, esetleg akár ad abszurdum, mondom, a határok megváltoztatása nélkül, de ennek a közösségnek, amelyik nagyon hosszú ideig együtt élt és jól élt együtt, addig, amíg tulajdonképpen a Magyar Királyság vagy a történelmi Magyarország szabad volt, mert ugye a 16. század közepétől ez fokozatosan eltűnik, addig itt nem lehet felmutatni olyan fajta ellentétet, ami ezt a közösséget megosztotta volna. Köszönöm szépen, sokat beszélhetnénk még a Szent Korona tanról, akkor várjuk azt a pillanatot, amikor a Szent Korona ismét a legfőbb közjogi méltóság lesz. Dr. Varga Tibor jogtörténésznek köszönöm szépen ezt a kis előadást, amit valamennyünk kedvéért elmondott. Kedves nézőink, az Árpád Hír Televízió holnap 1 órakor jelentkezik újra a szokásos hírműsorral. Tartsanak akkor is velünk. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!